Kedves nézőink, köszöntöm Önöket! A duális képzés fontosságáról és előnyeiről beszélgetünk Nagy Andrással, az Alamegyei Vállalkozás Fejlesztési Alapítvány ügyvezető igazgatójával. Köszöntöm itt nálunk a stúdióban. Köszöntöm én is a nézőket. Én azt gondolom, hogy legelőször is rendet kellene tennünk ebben a dologban. Mit jelent az, hogy duális képzés? Ugye a duális képzés, mint a neve is mutatja, két tevékenységből tevődik össze. Az egyik egy elméleti, a másik pedig egy gyakorlati képzés. Ugye ez annyival több, mint egy ö, normális ö, képzés, hogy ott általában a diákok elméleti tárgyakat tanulnak, itt viszont gyakorlati képzésben is vehetnek részt. A gyakorlati képzés elsősorban szakmunkásoknak indult, de ma már a felsőoktatásban is elindultak tavalyi folyamán ilyen képzések. Na most annak idején a szakközépiskolák működtek így, de nem teljesen így. E ott is ugye a diákok készültek az érettségére, tanultak szakmai tantárgyakat elméletben, majd volt minden iskolának egy kis tanműhelye, és, és ott működött gyakorlatilag a gyakorlati képzés. Most ez miben tér el? Mennyiben másabb ez? Igen. Egy időben nagyon sok tanműhely megszűnt, és a gyakorlati oktatás idejét gyakorlatilag lecsökkentették az oktatásban és ezt a piac úgy látja, hogy ez nem megfelelő. Ugye mi most a helyzet? Jelen pillanatban hiány van szakemberekből minden szinten, tehát mondhatom azt, hogy a szakmunkástól a mérnökig, illetve a közgazdászik hiány van, vannak bizonyos hiányszakmák -hi -hi is. Tudomásunk szerint több ezer fővel bővítenék az egy cégek, következő évben, években a, az állományukat, de jelenleg ezt nem tudják megtenni, hiszen kevés a szakképzett munkaerő, ugyan sokan elvándorolnak, elmennek, gyakorlatilag gyakorlatilag mi lehet a megoldás? Hát több megoldás is lehet, az egyik, egyik megoldás az a duális szakképzés, hiszen a diákok miközben tanulnak, elvileg már és gyakorlati szinten is, már oktatásban és munkában is tanulmányokban részt vesznek, tehát magyarul már dolgoznak a cégnek. Nyilván ezt úgy kell érteni, hogy, hogy elméleti tudást szereznek, ez körülbelül jelen pillanatban olyan fele ami elméleti tudást szereznek az iskolában, egy másik fele, amit különböző cégeknél gyakorlati ismeretekben szereznek meg. Nem olyan régiben tanulmányoztunk külföldi példákat is, például Ausztriában ez 20-80% ez az arány, tehát 20% az elméleti oktatás aránya, és 80% pedig a gyakorlati oktatásé, tehát nyilván meg kell találni azt a szintet, ami gazdasági szinten ez ugye jó lehet. Miben, lát, miben látja ön ennek a, az erőségét? Az erőssége mindenképpen az, hogy, hogy a diákok megismerik egy cég működését, tehát nem csak az iskolapadból kikerülve ugye a nagy életbe bemennek, és esetleg nem azt várják az adott munkától, sok esetben el is hagyják azt a munkát, hiszen egy felmérés szerint nagyon kevesen dolgoznak az elvégzett iskolájuk szakmájába, tehát magyarul pályaelhagyók. Tehát ezt is lehetne csökkenteni, hiszen nyilván előre, hogyha valaki látja, akkor ez egyszerűbb a döntés. Másrészt pedig nyilván tud integrálódni társadalmilag, szociológilag, munkakapcsolatai alakulnak ki az adott cégnél, hiszen nagyon fontos egyébként a motiváció, ezeknek a fiataloknak a motivációja, aminek egy része az anyagi motiváció, másik része viszont az erkölcsi motiváció, tehát hogy munkakapcsolatok, baráti kapcsolatok alakuljanak ki egy-egy cégnél. Tehát, ha jól értem, akkor itt most arról van szó, hogy cégek szerződéseket kötnek bizonyos oktatási intézményekkel, és a cégekhez mennek el a diákok gyakorlati oktatásra. Így van, így van, és ugye ezt, ahogy említettem, most már több szinten is megteszik. A szakmunkás képzés körülbelül három éve indult, ezt a kamarák látják el ezt a feladatot, ennek a szervezését, viszont a felsőoktatásban is tavaly indultak, és a megyei intézmények nagy és zölegeszek az országban elsőként indítottak duális képzéseket, hiszen ma már a felsőfokú végzettségű projektnél is nagyon fontos a cégek számára, hogy megismerjék a céges dolgokat, hiszen, a, mint tudjuk, a főiskolákon egyetemen nagyon sok elméleti oktatás történt. Ennek egy integrációja lesz most a duális képzés. Ez elsősorban műszaki pályákon indult el, de most már gazdasági és egyéb pályákon is elterjed. Mi a szerepük a cégeknek, és, és milyen előnyük származhat ebből? cégeknek nagyon fontos szerepe van, hiszen cégek nélkül ugye nyilván nincs duális szakképzés, hiszen ők az egyik lábuk. Ez, ez fontos, hogy természetesen gyakorlati ismereteket szerezzenek a diákok, hiszen ott korszerű járműparkkal, gépparkkal, infrastruktúrával, vállalati kultúrával rendelkeznek ezek a cégek, elsősorban nyilván a multicégek, de mutatnám a kis és közepes vállalkozásokat is. Ezek a diákok nagyon sok új ismeretre tesznek szert. Gyakorlatilag a cégeknek pedig, mint az előbb már említettem, ugye nagyon fontos, hogy megfelelő utánpótlás egy elkötelezett utánpótlást szerezzenek maguknak. Igaz, hogy ez nem egy egyszerű folyamat, hiszen ugye, a, mint tudjuk, a képzés az egy rugalmatlan dolog, hiszen általában két-három-négy évig tartanak ezek a képzések, az azt jelenti, hogy két-három-négy év alatt a piac is változik, tehát elvileg másra lesz igény. Ugye manapság már, mivel nagyon gyorsan változik a világ, nagyon fontos szerepe van a long, line, long life learningnek, ez az életen átvaló tanulás, ahogy külföldről behoztuk ezt a szisztémát, tehát az, hogy valaki szerez egy diplomát, egy papírt, az még messze nem elég a munkerőpiacon, folyamatosan képvezni kell magát, és nem csak elméleti, hanem gyakorlati szinten is. Fordítsuk meg egy picit, az előbb említette, hogy ugye a cégeknél a diákok munkakapcsolatokat, esetleg baráti kapcsolatokat alakítanak ki. Ezen felül miért jó a diákoknak a, a duális képzést választani? A diákoknak van egy hely, ahova állandóságot megtanulják, tehát hogy be kell járni egy munkáért. Ez nagyon fontos, hiszen nagyon sok szegmensben, főleg a szakmunkás képzésben ez nem, egy, nem evidencia. Másrészt pedig ösztöndíjakat kapnak ezért a munkáért, hiszen nagyon sokféle ösztöndíjből tevődik össze az ő szerepük, Zalaegerszegen a város nem olyan régen például egy új ösztöndíj programot indított, hogy a városba visszavonza a fiatalokat, mert kevés az munkaerő, és akár egy diák háromféle ösztöndíjat is kaphat, amelynek révén akár 70-80 ezer forint havi ösztöndíjat vagy fizetést is kaphat, és nyilván az erkölcsi motiváció mellett ez is nagyon fontos, hogy, hogy anyagi biztonságban lehetnek ezek a diákok. Beszéltünk arról, hogy az egyetemeken is elindult ez a fajta képzés. Középiskolai szinten e, miért jó a fiataloknak a duális képzés? Igen, ugye középiskolai szinten változott a képzési rendszer, azért ezt hozzátenném, hiszen szakképzési centrumok alakultak Nagykanizsán és Zalaegerszegén is megyénkben. Ugye Nagykanizsai az három középiskola tartozik, Zalegerszegéhez pedig, ha jól tudom, akkor tíz, Keszthely és Lentit is beleértve, ezekkel a szakképző centrumokkal együtt működünk. És nagyon fontos, hogy a szakképző centrumok a Nemzetgazdasági Minisztérium irányítása alá tartoznak ugye júniustól, hiszen ez azt jelenti, hogy gazdasági, piaci érdekeket vesznek figyelembe a tantervek kialakításánál, és olyan tananyagokat próbálnak kialakítani, amelyek teljesen piacképesek. Tehát mondok egy példát, ugye tudjuk, hogy az internet még nem volt, vagy különböző internetes technológiák még öt éve nem működtek, ezek már evidenciának nézik. Vagy például egy Maros Esztergályos szakmában már nem úgy néz ki egy Maros Esztergályos képzés, hogy tiszta nyakigolaj valaki, a fiatalok, akik dolgoznak, hanem különböző számítástechnikai programozást végeznek, tehát nagyon sok hölgyet is most már felvesznek ezekre a szakmákra, hiszen ez egy informatika tulajdonképpen. Az előbb említette azt, hogy, hogy változnak a piaci igények, ehhez képest nyilván a cégeknek, ha, ha talpon akarnak maradni, muszáj, hogy változzanak, illetve innovatív fejlesztéseket hajtsanak végre. Ezt össze lehet-e kapcsolni a duális képzéssel? Mindenképpen is nagyon jó a kérdés, hiszen az innováció szerintem egy nagyon fontos versenytényező a cégeknek, és enélkül lemaradnak, vagy akár a piacról el is tűnhetnek. Tehát mindenképpen ez két olyan fontos tényező az innováció, illetve az, hogy megfelelő munkaerő, megfelelően szakképzett munkaerő legyen. Ugye a kettő nincs egymás nélkül, hiszen ha szakképzetlen munkaerővel dolgozunk, akkor azért kevésbé képesek innoválni a cégek. Nagyon fontos, hogy ezeknek a fiataloknak, új munkaerőknek az ötleteit összegyűjtsük, gyakorlatilag ilyen programokat is indít az alapítvány a megyében, úgynevezett startup cégeket, tehát ha a fiatalokat nem csak arra szeretnénk motiválni, hogy alkalmazottként a duális képzésben vegyenek részt, hanem alkalmatán, ha ilyen képzésből kikerülnek, akkor vállalkozást is indítsanak. Hiszen nagyon fontos az, hogy ha valaki gyakorlatban látja, hogy működik egy cég, akkor maga is tud akár egy új céget indítani. Ugye nem csak a piac változik, hanem maga az oktatási rendszer is változik. A duális képzésnek kell-e változnia, hogyan helyezhető el a kettő egymásban? Természetesen mindig változik az oktatási rendszer is, hiszen mindig az adott piaci igényekhez, követelményekhez kell neki, kellene neki ugye, alkalmazkodni. Ez ugye nyilván egy rugalmatlan dolog, hiszen a következő évi tantervet mondjuk fél évvel előtte már meg kell határozni, tehát ilyen szempontból azért nagyon gyorsan nem tud reagálni. De a duális szakképzésnek a bejövetele, ez mindenképp a jelenlegi piaci igények miatt alakult így, hiszen, mint említettem, hogy a szakképzett munkaerő az egyik legfontosabb legfontosabb lesz a cégek számára és a versenyképesség számára és az innováció számára is természetesen. Akkor, hogyha egy nyolcadikos kisdiák választani akar magának iskolát, hogy érheti el azt? Ő honnan tudhatja azt, hogy, hogy melyik oktatási intézménybe kell mennie ahhoz, hogy teszem azt ebben a duális képzésben részt vehessen, hogy őt ez éppen érdekli? Itt képben, hogy ennek a projektnek a keretében is, illetve egyéb keretben is a pályaorientációt műveljük. Most is készítünk elő e, ilyen e, különböző szakmai tevékenységeket. Ugye a pályaorientáció szintén a központtal, kamarákkal összefogva történik. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a diákok ugye van egy elképzelésük, nyilván szülői vagy baráti vagy egyéb tevékenységre elmennek nem biztos, hogy ez ugyanúgy van, ahogy az előbb említettem, hiszen nagyon gyorsan változnak a szakmák, ezért e, nyilván meg lehet nézni ezeket a cégeket le, lehet ülni a képviselőikkel, beszélgetni. Adott, is, adott esetben úgynevezett nyílt napokat is tartanak ezek a, a munkahelyek, tehát magyar osztályokat, különböző osztályokat lehet bevinni a cégekhez, hogy megnézzék, hogy egyáltalán milyen is az a munkavégzés, milyen az a munkakörnyezet, hiszen egy munkavégzésnél nagyon fontos, hogy az ember komfortosan érezze magát, jól dolgozzon, milyenek az emberek, hogy történik, milyen eszközökkel, mennyire modern a géppark, tehát ezekre nyilván figyelnek a fiatalok is. Még egy utolsó kérdés így a végére, ugye országos szinten rengeteget lehetett hallani erről a duális képzésről. Ebben a, ebben a, így országos szinten Zala-megyen hol helyezkedik el? Duális szakképzésben nem állunk rosszul, ketté bontanám a, a dolgot. Tehát nyilván a, a, az országos szakképzés, mint említettem, most már a kamarák, illetve a szakképzési centrumok nagyon fő feladata, ezért országban ugye nagyjából hasonló szervezetek végzik, hasonló szervezetek működnek ezen a téren. A munkaerő hiányban sajnos Zala megyében korán jelentkezett az a dolog, hiszen a nyugat túl régióban lakunk, ahol ugye nyilván Budapestre, Győrbe, Ausztriába is bizonyos munkaerő csoportokba vándorol ki munkaerő. Nyilván a magasabb fizetés érdekében elsősorban. Ettől függetlenül viszont a felsőfokú képzésben az országban elsőként alakultak duális szakképzések, például a BGF Zölegeszegi korán, a panon Egyetem Nagykanizsai korán indultak ilyen képzések, illetve a műszaki mehatronikai karon is duális képzésben tanulhatnak a diákok, és mint említettem, itt is ugye, mivel a, általában a gazdasági jogi képzések ugye államilag nem finanszírozottak, ott különböző ösztöndíj rendszereket alakítottak ki az iskolák, cégek, kamarák, önkormányzatok az adott diákok számára. Nagyon szépen köszönöm igazgató úrnak a beszélgetést, és hát hamarosan újra találkozunk, és hát nagyon remélem, hogy pozitív fejleményekről tud majd akkor is beszámolni. Önöknek kedves nézőink pedig a figyelmet köszönöm, hamarosan újra találkozunk, viszontlátásra! Készült az Alamegyei Vállalkozás Fejlesztési Alapítvány megbízásából.